Eseményeket működtető Kult 13 vakáció akciójában már a szünet kezdete előtt minden tábor megtelt. Most már csak akkor tudnak új jelentkezéseket elfogadni, ha valaki visszamondja a részvételét. A napközis táborban minden hétnek más a tematikája. Széken állók a bábosok, akik társaikat bábokként mozgatják. Most éppen a báb és a dráma a téma a vakáció akcióban. Mindenki nagyon élvezi az egész héten át tartó foglalkozásokat, amik egyrésztről Janikowski Éva, Bertalan és Barnabás című meséje köré fonódik, másrésztről megismerkedhetnek a gyerekek a bábművészet történetével, és nem utolsó sorban a bábkészítés és bábozás rejtelmeivel is. Ez a téma nem csak a lányokat érdekli. Fiúknak is való már például a báb, az nem csak lányoknak való, hanem fiúk is báboznak. Ahogy lehet őt irányítani, meg ahogy el lehet játszani és beleélni magad, az olyan nagyon érdekes. Szerintem ez van olyan izgalmas téma, hogy azt érzik, hogy húha, tehát még a kisfiúk is, hogy húha, ez valami technikai trüváj, hogy egyáltalán ez a báb, ez tényleg hogy mozog, hogy lehet megmozdítani, hogy lehet átalakítani. És ugye nem utolsó sorban azért is egy izgalmas dolog, mert készítünk is velük. És azért az teljesen más, hogy az ember egy olyan dologgal dolgozik, amit ő készített saját keze munkája. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt három olyan komoly elem van ebben a táborban, ami motiválja őket, és szeretik. A héten tanultakból egy előadást is tartanak a gyerekek a szülőknek a téma hét végén. Ez a pénteki előadás, erre már készülünk, és várom nagyon, hogy a bábokkal mit csinálunk, meg amúgy is. Ez egy élmény lesz számomra. Elkészítjük a figurákat, feldolgozzuk, beszélünk, minden nap visszatérünk a Bertalan és Barnabás történetre. Kicsit kibontjuk, kicsit beszélünk a kapcsolati rendszerről, a családi viszonyokról, és ennek az egész történetnek a mélységéről. És ezekből a játékokból, amiken keresztül feldolgozzuk ezt a történetet, mutatunk egy-kettőt a szülőknek, illetve az elkészített, hát leegyszerűsített bábfigurákból pedig egy-egy etüdöt fogunk előadni. Előtte azonban nem árt a gyakorlás. Nagyon szép, aki a Máté, aki a lábat mozgatja, nagyon jó. De ez az, legyen egy hangos! Aj, de boldog vagyok, jó? A vakáció akció a nyár leghosszabb tábora. 11 héten át tart, és minden héten más témát körbeölelő programokkal várják a gyerekeket. A résztvevők között többen már rutinos vakáció akciózók, vagyis már nem első alkalommal jönnek a táborba. Tavaly is voltam, és azelőtt is voltam. És hát tavaly kb. Majdnem mindig voltam, tavaly jött egy picit kevesebb szer, és remélem, és ha most úgy lesz, hogy az első három héten jöhetek, és majd meglátjuk, hogy lesz a hely. Már néha a szomszédnél meg szokta kérdezni, hogy éppen hova megy ez a nagyfű, én mondom, hogy ide a vakáció akcióba. Tavaly óta járok, és sokkal jobban tetszik, mint más napközis táborok, mert minden héten más a téma, máshova megyünk, és ráadásul minden nagyon jó, barátkozok, meg jó felgyerekek járnak ide. Minden témahétnek más a felelőse. A dráma és bábtáboré Kovács Gertrud, akivel a Tücsök tanyába járók, gyakran találkozhatnak. Sokan jelentkeztek már tavaly is. Kicsit meglepő volt a vakáció akcióban ez a tábor tematika, és ahogy mi ezen a héten működünk, ugyanis hát ezen a héten igazából nagyon mozogni nem mozgunk. Ami azt jelenti, hogy délelőtt és délután vannak foglalkozások, ez drámajátékok, kézműves foglalkozás. Ami mozgás van ebben a táborban, az, hogy minden ebéd után egy kicsit valahova kimegyünk, kimozdulunk innen a gyerekházból, valamilyen játszótérre, vagy valami közeli ilyen helyre, ahol a gyerekek egy kicsit szabadabban tudnak mozogni.
Ez a tábor elsősorban a kézműveskedésről, pontosabban a bábkészítésről szól. Az elkészített darabokat egy sarokban felállított asztalon gyűjtik a gyerekek, amiket a hétvégén a pénteki bemutatót követően vihetnek majd haza. De remélhetőleg nem csak ezekkel a bábokkal gazdagodnak majd az egy hét alatt. Remélem, hogy egy elég komplex kis csomaggal térnek haza. Tehát ez nem olyan, mint amikor az ember elmegy kirándulni, és akkor gyakorlatilag, mert ugye a gyerekekre az általában jellemző, hogy a fél cuccát elhagyja útközbe, megeszi a kaját, és egy kiürült csomaggal tér haza, hanem én azt gondolom, hogy mind lélekben, mind pedig hát úgymond fizikailag is, tehát elkészített dolgokat is visz magával. És hát nem utolsó sorban a játéknak az örömét, tehát azt, hogy jól érezte magát, és itt mindenre volt lehetősége, amit meg szeretett volna mutatni, és amit át akart élni. Érezni lehet a baráti kapcsolatot, és sokan játszunk, meg beszélgetünk, meg olyan érdekes dolgokat is elmondanak itt, amit még szerintem te nem tudsz. A vakáció akció az azért is jó, mert új barátokat is találok, azért is, mert jól érzem magamat, és például nem otthon ülök a konzol előtt. Azért jó, mert mindenféle programhelyre megyünk, például Eleven Parkba voltunk az első héten, a második héten játszó tereken voltunk, most ilyen bábosan nem megyünk el sehova, csak délután megyünk el a játszótérre. Azért is, mert kedvesek velünk, nagyon jók a foglalkozások, és finomakat lehet enni. Persze ez is egy igen fontos szempont. A vakáció akció még több héten át kínál programot a kerületben élő gyerekeknek. A programsorozat pedig hagyományosan az utcabálon, vagyis augusztus 30-án délelőtt egy hatalmas dzsemburival zárul, ahol a tábor legjei ajándékokat is kapnak majd. Addig is kalandra fel!